Gratulálok a győzelemhez. Szerintem sokan azt hitték, hogy a kupa mérkőzést már nem lehet fokozni. Hát 6 gólt lőtt már a csapat, ami bizonyos szinten egyedülálló. Elégedett maradéktalanul? Igen, én is úgy érzem, hogy ma aki jó focit szeretne látni, az a Fáj utcába jön, az Ilovszki stadionba. A 3 bekapott gól azért a védekezésben azt jelenti, hogy még van hová fejlődni, és az egész csapatnak, hiszen most 2 nagyon jó mérkőzésen vagyunk, túl gólgazdag mérkőzésen, de lesznek szorosabbak is. Éppen ezért a védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, főleg az eladott labdáknál. Főleg annak tükrében tűnik nagyon nagy dolognak ez a 6 gól, hogy az Orosháza egy elég masszív védekező csapatnak tűnt a forduló előtt. Igen, és a játékosok a saját bőrükön érezték, hogy sokszor túlmentek a sportszerűség határán, elég keményen, sőt durván is játszottak az első fél időbe. Ez van, ez lesz, tudtuk, ez olyan csoport, a keleti csoport, ahol kevesebb a labdával eltölthető idő, inkább a levegőben vannak a mi játékosaink, nem baj, szokják ezt, hiszen hogyha a nagy álmunk valóra válik, a célunk beteljesedik, akkor jövőre még jobb és még keményebb meccsek várnak ránk. Szilágyi Péter eddigi fordulókban is nagyon hasznosan játszott, de úgy tűnt, hogy ma a góllövésben is átszakadt nála egy gát, de azt hiszem, hogy az ő képességei erre predesztinálják, hogy ilyen mérkőzéseket produkáljon. Igen, 3 gól plusz 1 gólpassz a kanadai táblázaton is jól néz ki. A Szilágyi Péter egy nagyon tehetséges játékos, akinek bizalomra volt szüksége, és nálam ezt megkapja. Felmerül a kérdés, hogy meddig fokozható még ez a teljesítmény? Nem tudom én se, hiszen minden mérkőzés más és más. Most Debrecenbe utazunk, van egy hetünk a felkészülésre, szeretnénk ott is győzni. Köszönjük szépen!